Mi vagyunk a Gorgán Benzol, úgy szoktunk magunkra hivatkozni, hogy fél instrumentális, fél élvezhető. Stank Fusion Trio. Ez azért van, mert csak néhány dalunkban van ének, és ott sem hangsúlyos, és azért fél élvezhető, mert nagyon csúnya dolgokat szoktunk alkalmazni a zenében, és arra törekszünk alapvetően, hogy meglepjük a hallgatóságot, illetve furcsán érezzék magukat. A kezdeti időszak az nagyon nehéz volt, mert nagyon nem tudtunk zenélni, sem együtt, sem külön-külön annyira. És az egész érdekessége, hogy így a folyamata, ahogy a három év alatt így valahogy fejlődtünk, és elkezdtünk egymásra hangolódni, és együtt jól zenélni, emiatt lett Gorgán Benzol. Mi a hangfoglalóba az Öröm a Zene tehetségkutató segítségével kerültünk be, és a hangfoglaló biztosítja nekünk azt az anyagi támogatást, vagy anyagi keretet, ahol az összes hülye, meg nem normális ötletünket meg tudjuk valósítani, színpadra vinni, vagy fizikális adathordozóra vinni a dalainkat, klippeket csinálni, szóval ez egy olyan zenekarnak, mint mi, kifejezetten nagy segítség, mert nem hiszem, hogy mi populárisak leszünk, viszont így van esélyünk mégis nagyot álmodni, és nagy dolgokat létrehozni, azért, mert megvan az a hátterünk, és nem csak anyagilag támogatnak, hanem alapvetően szakmailag is. Röviden intergalaktikus hírnévre szeretnék törni, de ez még egy kicsit messzebb van. És ez az év adott nekünk nagyon sok lehetőséget és anyagi támogatást is arra, hogy meg tudjuk valósítani az ötleteinket. Idén 3 EP-t tervezünk, abból már az első, a hip-hop tematikájú, az már megérkezett, még most a elektronikus zenei per techno EP-nk van hátra, és majd a fúziós jazz. Terveztünk kis filmet is, az valószínűleg nem az éven fog összejönni, de a legutóbbi mini turnénkról egy dokumentumfilm az biztos fog készülni. Még most terben van képregény, és ahhoz egy animációs kis videóklip, és hát egy nagy album bemutató majd év végére, vagy következő évben.